Ismerkedésünk a Facebookon kezdődött, még 2014 nyarán. Rám írt, nem tudtam, hogy ki ő és mit akar, ugye amikor egy 1000 idegen ír, hogy szia, mit csinálsz, meg stb. Akkor, hát nem tudtam, hogy válaszolják-e, de végül is visszaírtam neki, és beszéltünk pár szót, de abba is maradt. Aztán egy esküvőn megláttam, de ott nem is beszéltünk. Anitáiknak a mennyegzőjükön láttam meg. Nagyon el voltak is 4 és 6 évesekkel, úgyhogy gondoltam, hogy nem szólítom meg, mert... De aztán ugye egyre többet beszéltünk megint Facebookon, ott meg is beszéltük az első randinkat, ami november 8-án volt, találkoztunk itt Váradon. Sárával először a Gombánál találkoztunk, vettem neki egy csokor virágot is. Sétáltunk, beszélgettünk. Nem értette ő se, és hát igazából én se, hogy most miért kap világot első találkozásra, de úgy gondoltam, hogy ez egy jó benyomást kelt majd. De az nem valami jól sikerült, mivel elég feszült voltam, és sokat készültem rá, izgultam is, és hát nem sikerült a legjobban. Nem igazán volt az a szerelmes, filmbe illő nagy szerelem. Annyira kényesnek találtam ezt a lányt, és úgy gondoltam, hogy nekem ő nagyon furcsa párom lehetne, hogyha ő valójában is egy ilyen lány. Azért nem sikerült szerintem, mert akkor úgy gondoltam, hogy nem pászolunk, és nem vagyunk egymáshoz való. Úgy viszonyultam ehhez az egészhez, hogy legyen minél hamarabb vége ennek az első találkozásnak, és ne is legyen több. Viszont szegény Virág elég pórul járt, mert a találkozásunk végén Sára az autóban hagyta. Én meg mérgemben úton hazafelé kihajtottam az ablakon. De hála Istennek nem ez volt az utolsó randing. Pár hét szünet után szerintem ő írt rám először Facebookon, pedig ő azt mondja, hogy én voltam, de biztos, hogy ő írt rám. Igaz, aztán egy kicsit kevesebbet beszéltünk, de... Megbeszéltük azt, hogy legyen egy következő találkozás, ami legyen úgymond egy randi, amikor egyikünk se izgul, nem fél a másiktól, hanem szépen el tudunk beszélgetni, kellemesen el tudjuk tölteni azt a kis időt együtt. Meg is történt. November 29-én volt, akkor már tudtuk, hogy az igazi. Elmentünk sétálni egyet a December egy parkba. Vittem a fényképezőgépemet is, mint profi fényképész csináltam neki szép képeket. Sorsdöntő pillanat, ami volt a mi kettőnk kapcsolata közt, az úgy gondolom az volt, amikor ott a parkban, emberek előtt meg tudtam vele állni, és tudtam vele imádkozni. És ez nekem nagyon sokat jelentett, adott nekem egy löketet, egy erőt, hogy folytassam ezzel a lányjal, Sárával, folytassam továbbra is a beszélgetést, a kapcsolatot, és imádkozom azért, hogy legyen több, ne csak egy pár hétig, pár hónapig tartó kapcsolat legyen ez. Aztán sokszor találkoztunk, és egyszer például elmentünk a Lotusba. Nem igazán tud egy helyben ülni, mindig menne valahova. Sokszor, mikor fáradt vagyok, és pihenésre vágyom, akkor jön, és jelenti be, hogy ő most el szeretne menni ezt venni, vagy azt szeretne venni. Hát és ott felpróbált Csabi egy sapkát. Nézegette, hogy hogy áll, nem tudta, vegye meg, ne vegye meg, és addig beszélgettünk, meg nézegettünk más ruhákat is,
hogy mondtam Csabinak, ha menjünk most már ki. Annyit beszélt és motyorékolt, én felpróbáltam egy sapkát, és a sok beszélgetés közben a fejemen hagytam. És hát a sapka rajta maradt, és mikor kimentünk a H&M-ből, besípolt a riasztó. És mindenki nézett ránk, és látták, hogy a fejemen van a sapka címkével, az árcímkével a tetején, és hát gyors vissza kellett szaladjak, mert... Nehogy azt higgyék, hogy lopni akarunk. De Sára közben pedig elszaladt, úgyhogy lehet, hogy az ő táskájában volt valami. Aztán volt egy olyan történetünk, amikor... Nyáron elmentünk Ausztriának az egyik tavához, a hegyek közt, ez egy igen hideg tó, és elmentünk csónakázni. És Sára nagyon szerette volna, hogy menjen bele a vízbe, és ugorjon bele a csónakról. Hát én engedtem neki, mert hát miért leengedném. Persze én nem tudok úszni, de mindig szeretem fitoktatni az én úszási tehetségemet. És azt hittem már nem olyan mély a víz, kb. Nyakig ér, és akkor... Kimászott a csónakból, és beleugrott a víz, de viszont nem ért le a lába, mert mély volt a víz. Láttuk az alját, de mély volt. Hát persze nem jól sikerült, mivel nagyon mély volt a víz, és elkezdtem ott kapálózni, mindenki nézte, hogy mi van velem. És szeretett volna kapaszkodni fel a csónakon, hát ez egy gumicsónak volt, és oldalt a kötelét azt fogta, de nem tudta felhúzni magát, így hát egy kicsit megijedt ő is. Én csináltam egy képet. Aztán nagy nehezen visszahúzott Csabi a csónakba. Megtetszett benne az, hogy ha vannak valami gondok, problémák úgy az egyetemmel kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban, nagyon jó megoldó képessége van. Komolyan, nyugodtan, felnőttiesen hozzááll a dolgokhoz, és meg tudja oldani a problémákat. Ami megtetszett benne legelőször is, az a mosolya, a jó kedve mindig. Sikerült felvidítania, meg most is sikerül neki, főleg a schnitzellel. Nagyon tud szeretni, nagyon ragaszkodó, és látszik rajta az, hogy szereti azt, hogyha a közelében vagyok, és tudja, hogy számíthat rám. De minden külső és belső tulajdonsága is tetszik, szóval nekem ő tökéletes. Feltétlen nélkül szeretem, úgyhogy nincs milyen rosszat mondjak róla. De nem minden ilyen szép és jó, mert vannak olyan tulajdonsága is, amiket egy kicsit furcsálok. A szeretlek szó után a leggyakrabban használt szó, amit hallok, az az evéssel kapcsolatos. Mikor eszünk, megyünk enni, ma mit eszünk, nem vagy éhes, és ez egy idő után már nagyon sok. Ha én annyit ennék, amennyit ő eszik, akkor valószínűképp én már nem lennék itt. A kapcsolatunk elején, amikor megismerkedtünk, ő azt mondta, hogy mindig ügyel arra, hogy mit eszik, és ügyel a táplálkozásra. Később ez kitudódott, hogy valójában arra ügyel, hogy semmi sem maradjon a tányéron, és hát az én tányéromon se. Úgyhogy szívem csak mértékkel, legalább most a vacsorán. Bár vannak idegesítő tulajdonságai, például, hogy egész állónap autókat néz, mindenféle oldalon végignéz az összes létező eladó autót, és... Kicsit autóellenes, és mikor nézem az autókat az interneten, akkor jön, és kiveszi a telefont a kezemből, hogy már megint azt nézem, és nem inkább más csinálok, hanem hülyeséggel töltöm az időmet. Hát ez egy kicsit idegesít, de így is elfogadom. Bezzeg, mikor megveszem az autót, aztán sokszor elhangzik az, hogy milyen vagány ez a kis autó, milyen jó lenne, ha ezt megtartanánk. Nagyon tetszik nekem, milyen kis kényelmes a szék benne. Ha ráhallgatnék, ezen a téren már egy egész kollekciónk lenne. Pedig ajánlottam neki, hogy Candy Crushozzon, mivel az kicsit érdekesebb is, de nem, ez már veszett ügy. A leánykérés az március... Átlagos szombati napon volt, március 4-én. Aminek örülök is, mivel így még egy nap van, ami ünnepnap, nem egy más ünnepnapon történt ez. Fel kellett készüljek a lánykérésre. Szóltam az ő szüleinek, és bejelentettem, hogy most meg fogom kérni a lányuknak a kezét. Szóltam az én szüleimnek is, és elterveztem azt, hogy egy délutáni nap jöjjenek ők is be Váradra, és nézzék meg, hogy fogom megkérni Sárának a kezét. Hát bementünk Váradra, szokásosan sétálni. Elvittem Sárát ugyancsak a December 1 parkba, mert hát hova máshova, December 1 parkba. Leültünk egy padra. Aztán elég furcsán viselkedett, izgult gondolom, de én nem tudtam, hogy miért. Anyáik közben néztek minket az autóból messziről. Kicsit össze-vissza beszélt. Azt hittem, hogy nem érzi jól magát, mivel a kabátja belső zsebébe volt a gyűrű, és mindig oda nyúlt, és azt hittem, hogy fáj valamilyen, vagy nem tudom. És egyszer csak felálltam, odaálltam Sára elé, letérdepeltem, kivettem a gyűrűt a
zsebemből, és elhangzott ez a bizonyos kérdés. De mikor letérdelt és elővette a gyűrűt, és megkérdezte, hogy leszek-e a felesége, akkor az nagyon-nagyon jó érzés volt, és... Rá pedig jött a válasz. Kimondtam a legboldogabb igen. Falling for you.